Mária Rádió 2013. április 6-án rendezte meg az első Kárpát-medencei szavaló versenyének döntőjét Budapesten, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az istenes versekre épülő verseny két korosztályban zajlott, a 14-16 és a 17-18 évesek csoportjában. Nagy meglepetést okozva a délvidéki versmondók vitték haza a legtöbb díjat. Kb. 100 iskola mozdult meg a felhívásra, és 250 körül van azoknak a gyerekeknek, fiataloknak a létszáma, akik verssel, valamilyen módon a verssel készültek a különböző elődöntőkben. És gondolom, hát legalább ennyi fölkészítő tanár, vagy aki segített a verset fölkészíteni, előkészíteni, megtanulni, talán még kettes szorzót is lehet talán hozzátenni, vagy hármas szorzót is, mert lehet, hogy nem csak... És gondolom, otthon a családban beszélgetnek, a gyerekek baráti körben is előfordulhat, hogy a diákok egymás között beszélgetnek erről. Tehát egyáltalán az istenes versnek a gondolata a tudatba, a köztudatba belépett sokkal intenzívebben, mintha nem lett volna. Nem szóltam semmit. Csak némán álltam egy csúrogi házban. Egy kitört ablak, korhadó ajtó, sok elfolytott jajszó. Az itt lakóknak 61 éve rúdhalál volt bére. Partizán csizma, szöges drót, szitok. Még mennyi a titok, még mennyi bánat fészkel a szívben, de kegyelem nincsen. Bűnösök voltak. Mondja a csűrhe, szól harcias kürtje. Magyarok voltak. Ez volt a vétkük. Ma imádkozz értük. Magyarok voltak. Szerettek, hittek. Most látnak-e minket? Nyakig az őszben, akik itt állunk, remeg az állunk. Minket nem lőnek a tömeg sírba, de elmegyünk sírva anyát keresni Magyarországra. Ám nincs, aki várna. Nem szóltam semmit, csak némán álltam egy csúrogi házban. Mondj mi atyánkot! Hallottam bentről egy korhat keresztről. Üdvözlégyet minden időben a dögtemetőben. Emlékezz, ember, csúrog is mosor, sok elföldelt mosoly. Elföldelt álom, bezúzott remény, hol gyilkolni erény. Nyugodj békében. Mondtam a házban. Csúrogon jártam. Megrendítő, hogy milyen mélyen átélte egyik-másik fiatal, egyik-másik előadó ezeket a verseket, ahol a létnek az alapvető kérdései merülnek fel ezekben a versekben. Én azt hiszem, hogy az Isten nem gyerekeknek látja a gyerekeket és a fiatalokat, hanem lelkeknek, teljes értékű személyeknek, és az ember létünk mélyén gyerekkortól kezdve jelen vannak ezek a kérdések. Júlia szép leány egykoron kimöne, búzavirág szödni a búzamezőbe. Búzavirág szödni, koszorúba kötni magát ott mulatni. Föl is föltekinték a magos egekbe. Egy szép gyalogösvény, hát ott jődögél le. Azon ereszkedik fodorfehér bárány, a napot és hódat szarva között hozván. A fényös csillagot a homlokán hozta, két szép aranyperec. Áj, a két szarvába, áj, a két ódalán, két szép égő gyertya, mennyi szőre szála, csillag rajta. Szóval mondja neki fodor fehér bárány, meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány, mert most esőt héj a szüzek söröginek, ha eljönnél velem, én odavinnélek,
a mennyei karba, a szönt szüzek közé, hogy bételnék veled azok kegyös rendi. A mennyei kócsot adnám a kezedbe, első kakasszókor jönnék nézésödre, másod kakasszókor téged megkérlek, harmad kakasszókor téged elviszlek. Az anyjához fordul Júlia szép leány, szóval mondja neki: anyám, édesanyám, én is csak kimennék búzavirágszödni, koszorúba kötni, magamot mulatni. Föl is föltekinték a magos egekbe, egy szép gyalogösvény, hát ott jödögél le. Azon ereszkedik fodorfehér bárány, a napot és hódat szarva között hozván. A fényes csillagot a homlokán hozta, két szép aranyperec, aj a két szarvába, aj a két ódalán két szép égő gyertya, mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. Szóval mondja nekem fodorfehér bárány: meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány, mert most esőt héj a szüzek sereginek, ha elmennék véle, hogy odavinnének a mennyei karba, a szönt szüzek közé, hogy bételnék velem azok kegyös rendi. A mennyei kócsot a kezembe adja, első kakasszókor jönnek nézésömre, másod kakasszókor ingömöt megkérnek, harmad kakasszókor ingömöt elvisznek. Síras, anyám, síras, éltömbe, hadd halljam éltömbe, hogy síratsz ótomba. Leányom, virágos kertömbe, első raj méhömnek gyönge lépecskéje, gyönge lépecskének sárguló viasza, sárok viaszának földönfutó füstje, s mennybeható lángja. Mennyei harang húzatlan szólalék, mennyei ajtó nyitatlan megnyílik. Jaj, az én leányom oda bévezeték. Én annyira megértem ezeket a gyerekeket, mert nagyon nehéz versekkel jöttek ide. Viszont annak idején érdekes, hogy én sem könnyű verseket választottam, és vittem magammal, és ebből volt is problémám, de én annyira nem éreztem azt, hogy nem lenne korban hozzámillő az a bizonyos vers, mert én úgy éreztem akkor, hogy milyen át tudtam érezni. Úgyhogy én nálam ez most itt nem volt szempont, megmondom őszintén. Milyen egyéb díjat nyertetek? Egy utazást Csíksomjóra. Az a pünkösdi búcsú lesz, ugye? Igen. Akkor van egy rossz hírem. Te ezt az interjút nem fogod látni, mikor a tévében megy. Azt nagyon sajnálom. Majd valaki felveszi, tudni, ez pontosan a búcsú előtt lesz körülbelül egy-másfél órával adásban. Az igen. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének mintegy 100 aktív tagja van. Mi is évente két versmondó versenyt szervezünk, ami a mi saját versenyünk. Most 27-én lesz az egyik, az Arcok üveg mögött műfordítások versmondó versenye. Ezen kívül számos elődöntőket szervezünk, valamint van egy táborunk is, a Szép Szó tábor, amit minden évben augusztusban szoktunk megtartani. Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott én fereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő lyukba gurítja. Ő sosem gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre. Nem tolakszik, és nem verekszik. Ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban
talán nem is hittem. De amikor egy nagy zsákot vittem, s ledobván, ráültem a zsákra. A testem akkor is őt látta. Most már tudom, őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem, és tudom is, hogy miért szeret engem. Tetten értem az én szívemben. Azért volt nagyon jó látni ezeket a tizenéves diákokat, mert nekem is kamaszlányom van, tehát tisztában vagyok ezzel a korosztállyal, ismerem a problémáikat, ismerem az életérzéseiket, és manapság, amikor a fél ország a közösségi oldalakon tölti az interneten az életét, nagyon nagy dolog, hogy ezek a gyerekek könyvet vesznek a kezükben, és szerintem sajnos ritkaság számba megy, hogy ennyire szeretik a verseket. Megy a Jézus a Kálváriára. Fejében a tövis koronája. Véres rózsák verték ki a testét. Megy a Jézus. Viszi a keresztjét. Most először roskadt el alatta. Vad pribékek keze fölrángatta. Szeges szíjak a húsába tépnek. Borzalommal kísérik a népek. Szeges szíjak csontig elevenbe. Jön az úton Szűz Mária szembe. A szeméből mennyek mosolyognak, de szívében hét tőre pokolnak. Nézi Jézust, nézi a keresztfát, azt a véres, verejtékes orcát, azt az arcot, azt az édes egyet, aki az ő testéből testedzett. Kis Betlehem boldog éjjelében, ő ringatta ámuló ölében, ő mosott rá, főzött és dagasztott, ágya szélén dehányszor virrasztott. Ruhácskáit szűtte, fonta, folta, haj, pedig már akkor is, de tudta. Ó, hogy nézte távolodó képét, mikor elment, 3 éve végkép. Nézi most is rogyadozó testtel kicsi fiát a szörnyű kereszttel. Nézi, nézi fátyolodó szemmel. Megy a Jézus. Utána a tenger. Véres úton, végestelen hosszan tenger ember. Férfi, gyerek, asszony. Véres tajték veri ki a mesdjét. Valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból. Legelől a 12 apostol, utánuk a számolatlan ezrek. Ködbevesző végtelen keresztek. Ott piheg a sok mái szegény is. Édesapám, édesanyám, én is. 7 fájdalmas, nézz ide mi ránk is. Krisztus anyja, légy a mi anyánk is. Délvidék jött, látott és győzött. Ez, amit ma hallhattunk produkcióban, ez valamilyen módon közös teljesítmény? Hát én úgy gondolom, hogy igen, legelőször is a Jóisten kegyelmének nagyon ránk tekintett, mivel ebben az esztendőben a Szerbiai Mária Rádió, mint a legidősebb magyar nyelven megszólaló Mária Rádió jubileumit is ünnepel, és hát itt most nyilvánvalóan, hogy mindennek köze van a kegyelemnek, a szűzanyának, Télvidéknek, mindennek, hála Istennek.
Olykor a bíbor alkonyatban elnehezedik a szívem. Felnézek a nagy, csuda égre, és látást látok, úgy hiszem. Boldogtalan fantáziámnak úgy rémlik, a felhők felett azért a csönd. Meghalt az Isten, és ravatarra tétetett. Fejénél roppant aranylángok, Antares és Orion ragyog, körüle térdre rogyva sírnak az árván maradt angyalok. Valaki megölte az Istent, és fekszik némán és hanyatt, s reszketve a gazdátlan űrnek lakói hozzábojganak. Jönnek a sárga holdlakók, s a Mars bölcs óriásai, Szaturnusz népek hat szívükkel, s Vénusz szirom leányai. És olykor egy-egy emberlélek, a gennyes földnek hírnöke, jön, és láttára szerterezzen a gyászolók kövült köre. Ilyenkor egy nagy csöpp istenvér az alvacsebből fölfakad, legördül lassan, és átzuhogja a végtelen világokat. Egy nagy csöbb bús, meleg istenvér, s a földön bíbor alkonyat gyúl tőle a sötét hegyek közt, s én fölemelem arcomat, és úgy érzem, e fájó arcnak nem lehet többé mosolya, mert ember vagyok én is. Én is. Az Isten véres gyilkosa. Mi rendeztük az egyik területi döntőt, és amikor a Mária rendőr látta, hogy milyen szép helyszínen kerül erre sor, akkor gondolták azt, hogy talán az országos döntő megrendezése is alkalmas a mi dísztermünk. Egyébként arra törekszünk, hogy nagyon sok rendezvénynek helyet adjunk, tehát én azt szeretném, és kollégáim is ennek örülnek, hogy a pezseg az élet itt a Fasori Gimnáziumban, nem csak tanítási időben, hanem tanítási időn kívül is. Hogyan értékeli azt, hogy a délvidéki gyerekek taroltak? Nagyon örülök neki. Ugye a határon túliaknak is meghirdettük. Azt sajnáltuk, hogy azt hiszem, hogy csak délvidékről voltak határon túli versenyzők, de megérdemelten győztek. Én úgy gondolom. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtáig maradék erőd. Akarsz. Eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárul ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés és bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég. S egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Hát nagyon örültünk és nagyon boldogok voltunk annak, hogy valóban a tantervben, illetve a tananyagon kívüli versek is előkerültek, ami azt jelzi, hogy talán el is érte a célját, amit megfogalmaztunk, hogy egy csendes elmélyüléssel az istenkeresés, a hit megerősítése valamilyen módon épp ezt a korosztályt ragadja és érintse meg. Tehát azon túl, amit az iskolában tanulnak, azt valamilyen más hozzáadott értékkel, vagy a felkészítő tanárral, vagy családi körben, vagy önmaguknak a lelkesedésével pótolják, és ezt itt számunkra a mai napon, illetve most már 7. hónapja tart ez a versenyfolyam, bemutassák és megerősítsék magukat. Éjfél borult a háztetőkre, s kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult, elásni véres aranyát. Az útkereszten vasdoronggal 7 ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontváz fülébe súgta. Mondd, szamár, szamár, mit véded még a pénzed? Meghalsz, s a kincset elviszem én, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem ás ki senki sem. Kufárok voltunk mind a hányan, és az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Aranypárnáin ült a dáma, és üvöltve sírt, nem még, nem még, de ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, engedj még egy bujabókot, még egy szerelmes éjszakát. De ő rútfoltot festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt, dermedt testét nyakába vette, és vitte, vitte, vitte őt. Tunyán henyértünk mind a hányan, és az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a végső nagy talányt, amerre görebjeimnek ezre vitt. Egy napot még, mert megfejtem, megfejtem holnap alkonyig. Nem fejted? Szólt a hang. Nem fejted? S rátette jéghideg kezét, amíg felrobbant a lombik. Aludni mégy most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Remszi Szent egy ház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnalködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rút eretnek ki ég a mágia kormain, misészhetsz len. Én fenn nevetlek a dómok csonkatornyain. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta alkonytájt kinn az udvaron. Görnyedt testünknek nincsen ára, s úgy halunk meg, mint a barom. Kaszás testvér, sovány a földünk, könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha elviszel, szórt szét trágyának testemet kinn a réteken.
a földbe térünk mindahányan. S az évek szállnak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk, Jézus herceg.